Hétfő délelőtt 9 órakor már javában zajlottak a munkálatok Gyulaváriban, a Széchenyi utcában. Szabó Károly önkormányzati képviselő a járdafelújítások aktuális állásáról tartott sajtótájékoztatót. Ez a szakasz a Bölcsődétől 350 méteren át húzódik majd. Ez is egy nagyon rossz állapotban lévő szakasz volt, ez egy olyan 350 méter hosszan kerül felújításra. Itt elsősorban az volt a cél, hogy ugye itt állunk pont a Szép Alkonynak a Idősek Nappali klubja mellett, és hát itt a szépkorúak igen sokan járnak erre gyalog, és hát azt szeretjük volna, hogy itt nem botladoznak ezeken a régi megtöredezett járdákon. Szabó Károly elmondta, a Fehérkörös utcában idén befejeződtek a munkálatok, vagyis a jövőben jelentős források szabadulnak fel. Az idejében körülbelül 7 millió forintot tudunk járdafelújításokra használni. Jelenleg a Széchenyi utcán állunk. Itt lesz talán a legnagyobb beruházás. Ez került több mint 3,5 millió forintba. Ami nagyon jó hír az, hogy a Fehérkörös utcái betonjárdát azt 6 év után be tudtuk fejezni, tehát leértünk a végére. Ez körülbelül egy 2 kilométeres szakasz volt, amiben hát korábban igazából nem mert beállni senki, hogy megpróbálja felújítani ezt a járdaszakaszt. Most így 6 év után végre valahára sikerült elérni a végére. A képviselő úgy tervezi, a következő időszakban a Kisvasút utcában teszik rendbe a járdákat, de előbb idén még a Béke utcában is elvégeznek kisebb munkálatokat.